A tárgyalóterem eheti műsorszámában is a szomszédjoggal fogunk foglalkozni. Az előző műsorban megbeszéltük, hogy mit jelent a szükséges, illetve a szükségtelen zavarás, de tisztázzuk is először ezt a fogalmat, mielőtt tovább lépünk, hogy mit jelent a szükségtelen zavarás. Ugye az előző műsort is azt hiszem azzal kezdtem, hogy az én házam, az én váram is, hogy ez a mondás azért nem így egy az egyben érvényesül, amikor az ingatlanunkat használjuk. Hát ennek a mondásnak a mentén könnyen megválaszolható ez a kérdés, mert azt mondjuk, hogy én vagyok az ingatlannak a tulajdonosa, de ez a tulajdonjog ez nem korlátlan. Úgy kell használnom a saját ingatlanomat, hogy azzal szükségtelenül mást ne akadályozzak a saját ingatlanának a használatába. Az, hogy mi minősül szükséges vagy szükségtelen zavarásnak, az mindig az adott helyzettől függ, attól, hogy hol élünk. Ugye az előző műsorban a kertvárosi övezetekről beszéltünk, a családi házakról, és nagyon problematikus rész a társasházakban való együttélés is. Tehát mindig vizsgálnunk kell azt, hogy adott esetben abban a társasházban van-e olyan házi rend, amelyet elfogadott a társasház, és amelyet mindenkinek be kell tartani. Tehát például, ha én felújítást végzek az ingatlanomban, ez egy szükséges zavarás, mert nyilvánvalóan jogom van ahhoz, hogy én ezt az ingatlant felújítsam. De azt sem végezhetem bármikor. De ahhoz már nincs jogom, hogy mondjuk én vasárnap reggel 6-tól este 10-ig kopácsoljak. A legtöbb társasházban a felújításnak a rendjét a házi rendben szabályozzák, és lefektetett időpontokban van meghatározva az, hogy hétvégén, hogy lehet általában az ilyen zajjal járó felújítási munkálatokat, ezt az általánosságban mondom, amelyekkel én magam is találkoztam a perek során, általában munkaidőben végezhetik, vagy ugye nagyon sok zenetanár él társasházakban, magánórákat ad, fuvola lecke, trombita lecke, ezek az elfoglaltságok is olyan elfoglaltságok, amelyeket munkaidőben szabályoznak a házi rendek, tehát munkaidőben lehet végezni. És itt hagyd kanyarodjak, mindig vissza tudok kanyarodni, ez nagyon érdekes egy-egy előző műsorra, ugye akár a jó szomszédság olyan, mint egy jó család, meg egy nagy család, de már az albérletről is beszélgettünk, és bizony itt is hagy ismételjem el azt, hogy amikor kiadunk egy ingatlant albérletbe, akkor az albérlőnek hozzuk a tudomására azt, hogy itt ilyen házi rend van, nehogy abba a hibába csúszunk bele, hogy kiadjuk egy trombita oktatónak az ingatlanunkat, és ő nem tudja azt, hogy csak 8-tól 5-ig tarthat magánórákat, és este 8-kor már nem. Akkor így tisztáztuk a szükséges zavarás részt. Határozzuk már meg, hogy mit jelent az, hogy szükségtelen zavarás. Mi ennek a mérték, vagy egyáltalán hogyan lehet ezt mérni? Minden esetben más-más szempontok dominálnak, amikor eldöntjük azt, hogy szükséges vagy szükségtelen egy zavarás. Tehát ha például egy, és akkor most rugaszkodjunk el egy kicsit a közvetlen szomszédoktól, ha egy mobil átjátszó tornyot létesítenek, azt is létesíthet a szolgáltató. Ugye ez már egy közérdekből való zavarás, de ezt úgy kell megtenni, és úgy kell elhelyezni ezt a mobil átjátszó tornyot, hogy a mindennapi életvitelre, az egészségre ne legyen ártalmas és ne legyen káros, vagy ha egy vendéglátóegység üzemel az adott lépcsőház alatt, vagy a lépcsőház szomszédságában, vagy akár egy kertvárosi háznak a szomszédságában, akkor gondoskodnia kell a megfelelő zajvédelemről, a megfelelő szigetelésről, és akkor elkerüli a szükségtelen zavarást. Hogyha valaki azt tapasztalja, hogy folyamatosan zavarják a nyugodt életvitelében, akkor kihez fordulhat, és mik ennek a lépései? Rögtön kezdhetném a választ azzal, hogy lehet menni a bíróságra, de nem ezzel kezdeném a választ, mert valahogy mindig arra törekszik a bíróság is, hogy békés úton rendezzék a felek a vitát. Tehát először mindenképpen azt tanácsolom, bármennyire is haragos a viszony, hogy a még nagyobb haragot elkerüljék a szomszédok, beszéljék meg egymással, próbálják meg megoldani. Ha egymás között nem értenek egyet, akkor fordulhatnak bírósági közvetítőhöz, és akkor még mindig nem vagyunk sem hatósági eljárásban, sem bírósági eljárásban. Ugye a bírósági közvetítőt a bíróság honlapján megtalálhatják, ingyenes, rövid, és nagyon rövid idő alatt egy mesdjébe tereli a vitát, és a vita mögött rejlő konfliktus forrást is megoldja. És ha mindezek nem vezettek eredménye, akkor lehet fordulni a jegyzőhöz, a Nyíregyháza megyei jogú város jegyzőjéhez, ez egy közigazgatási eljárás lesz, ahol a jegyző fog egy határozatot hozni, és a jegyző fogja eldönteni azt, hogy adott esetben megvalósult-e
a birtokháborítás vagy sem, de nem kötelező, tehát nem előfeltétele a jegyzői eljárás megindítása annak, hogy valaki bíróságra jöjjön, tehát valaki dönthet úgy is, hogy a jegyzői utat azt úgymond kihagyja, és rögtön a bíróságra jön, és a bíróságon próbálja az igazát érvényesíteni, adott esetben az igényét a tekintetben, hogy az a kerítés magas, az a kerítés túl tömött, az leárnyékolta a szőlőjét, a szőlő elpusztult. Ezt azért mondom ezt a példát, mert ez is egy nem régi jogesetben merült fel. Térjünk át egy kicsit arra, hogy nem csak a szomszédok között lehet feszültség az egymás zavarását illetően, hanem tapasztalhatják sokan, főleg a nyári időszakban azt is, hogy akár a közterületről, egy parkról vagy egy játszótérről zavarják őket. Ilyen esetben kihez lehet fordulni, mit kell tenni? Ha már tivornyázásról beszélünk, mert ugye vegyünk egy meleg nyári estét, amikor a fiatalok akármelyik téren hangosan szórakoznak, hát ez már egy kicsit messzebb kerül a polgári jogtól, mert bizony itt már a büntető jogi esetek kerülhetnek előtérbe, mégpedig itt már felmerül a garázdaságnak a kérdése, és a garázdaságnak a tényállását is meg lehet állapítani, ha valaki olyan súlyos módon viselkedik, amely az együttélés szabályait már oly módon sérti meg. Illetőleg azért azt is szeretném hangsúlyozni, hogy a csendháborítás, mint szabálysértési tényállás, az benne van a szabálysértési törvényben, és bizony a csendháborítás miatt bárki feljelentést tehet, tehát a rendőrséghez lehet fordulni, hogyha a szomszéd azt érzékeli, hogy a szomszédjából zaj jön, akkor csendháborítás miatt tud feljelentést tenni. A térről felszűrődő kellemetlen zajok esetében pedig, hát mi más tud tenni az éjszaka közepén az ember? Elsődlegesen az, hogy lemegy, megpróbál szép szóval szót érteni, és ha nem, akkor kihívja a rendőrséget, és ez már újabb büntetőjogi folyamatot indít el, hisz ekkor már képbe jön a garázdaság.